Dr. Fazekas Sándor karácsonyi üdvözlete, Irén is rohan volt a fenyőfákért, karácsonyi mesemondó verseny, Dobos László ünnepi gondolatai. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 24-én 18 óra 5 perckor. A Szentföldről hozott gyertyával gyújtotta meg dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő a Városi Adventi Koszorú 4., azaz a szeretett gyertyáját a Szent István katolikus templomban tartott adventi ünnepségen. Köszöntöm nézőnket, Gulyás Zsolt plébános úrral beszélgettünk, hiszen ég a 4. adventi gyertya is. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy csodálatos ünnepség volt, hiszen Donko Imre művész úr, a Györfi István katolikus általános iskolások is remek műsort adtak. Ön hogyan látja, mit jelent az emberek számára ebben a rohanó világban a mai nap? Mivel tudtak feltöltekezni, és hogyan látta, hiszen már beszélgetett velük, hogyan érezték itt magukat, és mit szóltak ehhez a mai ünnephez? Én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Azt tapasztaltam, vagy azt érzékeltem, hogy örömmel távoztak, akik itt részt vettek, hogy ahogyan említettem is, hogy valahogy úgy volt alkalom arra, hogy kicsit elcsendesedjünk, elmélyedjünk, és a figyelmünket egy kicsit fölfelé emeljük. Én azt gondolom, hogy itt a dekorációban az angyali üdvözletnek a képe is úgy talán meghatározta ezt a mai estét. Én azt gondolom, hogy az ember alapvetően olyan lény, aki társas lény, és akkor érezzük jól magunkat, amikor közösségben vagyunk. És szerintem ez a mai este is erről szólt, hogy közös éneklésben, az együttlétben megtapasztaltuk azt, hogy összetartozunk. Hogy itt Karcagon, akik eljöttünk ide a templomban, az összetartozás érzése szerintem mindannyiunk számára fontos is kell, mert hogy akkor érezzük úgy igazán értelmesnek az életünket, hogyha valakikhez tartozunk. Persze van a szűkebb családunk, de azon kívül egy közösségnek is a tagjai vagyunk, és ilyen értelemben ez a templomi együttlét, azt gondolom ebben volt talán több, hogy megadta ez a mai esti légkör azt a hangulatot, hogy összetartozunk. És ugye a karácsonynak az ünnepe és a titka is valahogy ebben fogalmazódik meg, hogy az Isten fia, amikor emberré lett, akkor mindezt azért tette, hogy bennünket gyermekeivé tegyen, és egymásnak pedig testvérei legyünk. Talán azt gondolom, hogy mondhatom erre a mai estére, hogy ilyen testvéri hangulatban voltunk itt, mint az Isten családjába tartozónak érezhettük magunkat. Tisztelt ünneplő közösség, kedves Zsolt atya, kedves jelenlévő, szeretettel köszöntök mindenkit. Advent 4. vasárnapján itt a karcagi római katolikus templomban, egy olyan időszakban, amikor már készülünk az ünnepre, készülünk a karácsonyra. Milyen megható bűre együtt vagyunk, évről évre ebben a körben, más alkalmakon is természetesen. Most mégis belengi 2000 évnek az életérzése ezeket a imádságtól átítatott falakat. Itt a betlehemi láng, itt vannak a karcagi gyertyák, itt vagyunk mi. Követjük azokat az őseiket, akik ennek a templomnak a falai között olyan sokat imádkoztak. És biztos őket is foglalkoztatta ennek az ünnepnek a lényege, a megváltó érkezése, a kereszténység születése. És biztos, hogy a mai világban is megvannak ezek az üzenetek, hiszen ma jól tudjuk, hogy a bevásárlás, a tülekedés, a ricsaj, a hangoskodás az időszaka, annak az időszaka az év vége. Ezért is fontos, hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy ők még azt az időszakot, ami mögöttünk van és amelyre készülünk. És hogy a karácsony az legyen a hité, a családé, az együttlété, fogjuk meg egymás kezét, imádkozunk, és megtisztult élekkel várjuk az ünnepet. Én azt kívánom, hogy az új esztendő az legyen mindenki számára olyan, amely szívet melengető, az ünnep legyen áldott és békés, az együttlétünk pedig emlékezetes. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
dolgaimről beszélgetünk, azt gondolom, hogy aki meghallgatta az ön énekét, most egy kicsit ráhangolódott a karácsonyra, de mit jelent önnek a karácsony a szeretet ünnepe, hiszen egy művésznek azért ilyenkor is vannak fellépései. A karácsonykor konkrétan nincsen, és ezáltal is a család és az összetartozásnak az ünnepén mi is a családunkkal lehetünk, és mi is összetudunk gyűlni szülők, a kedves feleségemmel, az ő szüleivel, a testvéremmel, akivel most ezen a karácsonykor igaz, hogy nem fogok találkozni, de majd utána mindenképpen fogok vele találkozni, mert őt elszólította az élet egy másik helyre. De ilyenkor nekünk is ez egy megnyugvás, egy kis pihenési lehetőséget is ad, és ha lehet ilyet mondani, akkor mi is lélekben tudunk töltekezni, és újra, hogy új erővel neki lehessen vágni a két ünnep közötti résznek, ahol viszont már annál több munka van. Én azt gondolom, hogy a művésznek az az öröm, hogyha van munka, de milyen érzés, amikor karcagon énekel, hiszen szerencsére az utóbbi időben elég sokat hallhattuk, mindannyiunk örömére azt gondolom. Milyen érzés hazajönni? Egyrészt megtisztelő, másrészt hát nem azt mondom, hogy frusztráló, mert ez nem igaz, de mindenképpen egy izgalommal teli pillanatokat ad, pontosan amiatt, hogy itt nem csak egy meghívott művész vagyok, hogy és akkor kiáll, énekel, tehát kiáll, énekel, hanem az, hogy ezek az emberek, akik eljönnek és megnézik a produkciót, nagy valószínűséggel ismernek is. Kíváncsiak arra, hogy honnan indultam, hová jutottam, és ebben a pillanatban hol tartok, és ez plusz teher? Egy fantasztikus élmény, pontosan amiatt, hogy ugyanúgy kell készülnöm erre az előadásra is, mint hogyha egy teljesen idegen helyre megyek el. Csak itt van valami plusz. Valami ilyen megfoghatatlan megfoghatatlan érdeklődés és szeretet, ami a szemekből sugárzik. Nagyon jó hazajönni. Az idén később kezdődött a karácsonyra szánt fenyőfa árusítása Karcagon. Ebben az utolsó két hétben viszonylag egyenletesen oszlott szét a kereslet a város több pontján, de sokan a ma délelőtre hagyták a fa kiválasztását. Fenyővásár, milyen volt az idei felvásárlás, és milyen volt a kínálatotok? Hát sokan jöttek, voltak, változó volt a roham, mindenki inkább hétvégére hagyta, pénteki szombati napok voltak erősebb, legtöbben a Norman fenyőt vitték, ugye voltak különlegességeink is, a lucfenyő is fogyott, ezüstfenyőt is vitték. Árakat szabad tudni? Változó volt. A Norman fenyő az 5800 forinttól, azok ilyen 1 méter 50-esek voltak. A lucfenyő árai azok 2500 forinttól indultak, azok is úgy szintén ilyen méteres, másfél méteres fák voltak. A ezüst az 4500 forinttól kezdődött, azok ilyen másfél méter fölötti fák voltak. Mi volt az észrevétel? Vitték a drágább fákat, vagy vegyesen? Mi volt az óhaj-sóhaj a vevők részéről? Vegyes volt. A legtöbben az idei évben a karcsú, de dúsabb fákat keresték. A nagy terebélyes fák azok háttérbe szorultak az idei évben. Hát akkor a kövérek most kimaradtak. Kövérek kimaradtak a szórásból. Utolsó percben járunk. Várható még egy nagyobb roham? Hát még rengetegen vannak, akik nem vették meg a fát. Máj napig fél óránként vannak érdeklődők többen is, hogy milyen maradt, mi van még. Elsősorban a kisebbeket keresnék, az alacsony fákat, abból már nincsen nálunk. Sikerült hamar választani fenyőfát? Igen. Nagy segítséget kaptam, gyorsan végeztünk. Milyen díszek kerülnek a fára? Aranydíszek kerülnek, váltogatni szoktuk így pár évente, hogy mikor milyen. Most az arany következik. Nagyon. És mi lesz a sorsa a fának karácsony ezek után? Vagy komposztálni szoktuk, de leginkább bekerül a cserépkályhába, hogyha már jól kiszáradt. Gondolkoztak már azon, hogy fenyő vagy műfenyő? Szóba került már többször a műfenyő, de valahogy még nem szántuk rá magunkat. Nem olyan érzés, meg utána illatot se úgy lehet a lakásba teremteni, szóval még egyelőre hagyományos. Utolsó pillanatra hagyta a fenyőfa vásárlás, nem volt ez egy kicsit rizikós? Hát rizikós volt, de minden évben így csinálom, és sikerrel járok, mint most is. Olyat kapott, amit elképzelt a család? Így van, ilyet, igen. Utána mi a sorsa a fának? Ki hogy díszíti, milyen a dizájn?
Már ma egy nap fel lesz díszítve, kislányom és feleségemmel együtt díszítjük. Utána, karácsony után mi lesz a fa sorsa? Szerintem ami rászorulóknak megpróbáljuk odaadni, de ilyesmi. Akkor tűzifaként? Így van, mindenféleképpen megpróbáljuk annak felhasználni. Fenyőfa vásárlás utolsó percben mennyire rizikós feladat? Én azt gondolom, hogy annyira sok szép fa van, hogy ez már most nem rizikó. Milyen döntés fog születni? Mi az óhaj, sóhaj, milyen legyen a fa? Minimum 2 méteres legyen. Az az igazi régi rajzolt fenyőfa, hogy gyerekként megrajzoltuk, az a forma világ igazából, amire vágyunk. És mennyire egyszerű a döntés a sok szép fa közül? Nagyon nehéz. Borzasztóan nehéz, de van segítségem, úgyhogy remélem, hogy szépet választunk. Úgy láttam, hogy telefonos segítséget is kell kérni. Igen, a férjem megerősítése az azért fontos, mégiscsak együtt fogjuk csodálni. Kisebb-nagyobb sikerrel így telefonon, de összehozzuk. Tehát akkor ezt jól érzékeltem, hogy ez egy virtuális karácsonyfa vásárlás? Igen, az is. Jégvirág címmel városi mesemondó versenyt rendezett a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár az ifjúsági házban az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak. Milyen alkalomnak adott ma otthont a könyvtár? Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Immár évek óta hagyomány, hogy Jégvirág címmel karácsonyi mesemondó versenyt hirdetünk általános iskola alsó tagozata számára. A mai alkalommal kik versenyeznek? A mai alkalommal az első-második osztályosok jönnek el hozzánk, ők az egyes kategória, és hát nagyon sok szép történettel készültek. Tudom, hogy nagyon komolyan veszik ezt a versenyt, nagyon sok iskolában már selejtezőket is tartanak, és tényleg hozzánk már csak a legügyesebb mesemondók jönnek ma. Ilyenkor a verseny alkalmával van-e valamilyen megkötés, hogy milyen típusú, milyen műfajú vagy témájú műveket várnak, milyen időtartamban esetleg? Hát lassan 20 éve, hogy ezek a mesemondó versenyek itt Karcagon, a könyvtárban megrendezésre kerülnek, és mindig attól félek, hogy sok egyforma karácsonyi mese lesz, de hál' Istennek nincs ilyen, pedig már kinyitottuk igazából a választás lehetőségét azzal, hogy bármilyen mesét hozhatnak, amelynek a témája a szeretet, az odaadás, az egymásra való odafigyelés, tehát nem feltétlenül kell havas mesének lenni, meg Jézuskás mesének, de igazából mindig találnak a gyerekek még újabb és újabb történeteket. Mekkora az érdeklődése ennek a mesemondó versenynek? Maximális létszámmal jelentkeznek az iskolák általában. Van, amelyik iskolának ugye sokkal több osztálya van, és onnan több gyereket szoktunk engedni, hogy jöjjenek, de ahol kevesebben vannak, ők is szívesen megmutatják magukat. Minek a segítségével, támogatásával valósulhat meg a verseny? Ez a verseny az EFOP 3.3.2 pályázat keretében valósul meg, Karcagi Kultúrház a Fiatalokért címmel, és hát eznek eredményeképpen nagyon sok szép könyv vár gazdára, és nem kell nagyon a zsűrinek sem tördelnie a kezét, hiszen a mai alkalommal bronz, ezüst és arany minősítéseket tudunk kiosztani, hiszen, mint mondtam, ide ma már a város legjobb mesemondói fognak jönni. A versenyzőket kik szokták elkísérni, milyen az érdeklődés a városlakói részéről, kik drukkolnak leginkább a gyerekeknek? Az első-második osztályban mindenki. A nagyszülők is, a testvérek is, nagyon sokan vannak, úgyhogy már a nagyobb testvér is mesélt, és most ő hozza a kisebbet. Tehát jó látni ezeket a gyerekeket, és hát mindenki, a tanítónénik is, együtt szurkolunk nekik. Minek adott ma otthont a könyvtár? Ma a Jégvirág versenyünk második fordulója lesz, a harmadik, negyedik osztályosokat várjuk ide a könyvtárba a mesemondó versenyre. Milyen az érdeklődés, milyen meséket hoznak ilyenkor a gyerekek, ők ugye már kicsit idősebbek, mint az első korcsoport?
Nagyon-nagyon megoszlik a meseválogatás, hiszen az internettel azt hiszem, hogy kinyílt egy nagy ajtó, és nagyon sokat böngésznek rajta pedagógusok és szülők is, hiszen itt azt hiszem, hogy a gyerekeknek a szövegválasztáson nagyon sok minden múlik. Nehéz ennek a korosztálynak jó mesét találni, nagyon ismerni kell hozzá a gyereknek az adottságait, és tényleg a megható emberi történeteken túl egészen a vicces karácsonyi történetekig, az állatmesékig minden felelhető. Igazából az lenne a jó, hogyha tényleg ebbe az adventi készülődésbe természetes lenne az, hogy belecsempészük újra a történeteket és a mesemondást, és akár egy olyan adventi naptárat készítenének otthon a szülők, ahol minden este egy-egy mesecím lenne benne, és azt lehetne váltogatni. Tehát ez nagyon jó lenne, hogyha a karácsonyi készülődéshez egy hozzátartozó dolog lenne. A szervezők egy fantasztikus hangulatot teremtettek meg itt a teremben, hiszen óriási díszlet van a versenyzők mögött, és ez is kicsit talán felettetik a versenynek a megmérettetésnek a súlyát, és egyfajta hangulatot adnak, ami úgy gondolom, hogy kihat az érdeklődőkre és a versenyzőkre is. Nagyon köszönjük a dicséretet, saját kezűleg készítettük ezeket a díszleteket, hiszen nagyon sok ügyes kollégám van a Dériné Kulturális Központban, akiknek ügyes kezük van. Hétfőn már az első-második osztályosok birtokba is vették ezt a díszletet, hiszen nagyon sokféleképpen fotózkodtak, barátnős fotók voltak, kaptak egy-egy kis manósipkát, és azzal is mindenféle. Hát ezek a mai gyerekek már nagyon szeretnek a fényképezőgép másik végén állni, és szeretik magukat sztárolni. Zsűri is helyet kap nyilván egy ilyen versenykor. Mire szokták az értékelésnél fölhívni a figyelmet leginkább? Nagyon fontos, tehát az első-második osztályosoknál azért még nincs meg az a biztonság, ahogy hogyan állnak egy mikrofon elé. Tehát a mikrofonnal nagyon sok gyerek itt találkozik először, tehát itt azért megszoktuk először mindig van egy színpadbejárás, ahol kipróbálhatják magát ezt a mikrofont. A szövegválasztásra az, hogy szépen tisztán beszéljenek, igazából, hogy olyan mesét választanak, ahol meg tudják mutatni azt, hogy mit is tudnak, tehát erre olyan mesék a jók szerintem, amelyekben vannak párbeszédes részek, ahol vannak különböző mondatfajták, ahol kérdések hangoznak el, esetleg lehet indulatokat kifejezni, tehát sok-sok mindenre, mindaz, ami egy felső tagozatban egy prózamondó versenyen elvárás, az ugyanúgy elvárás alsó tagozatban is. Hírstúdiónkban már itt van Karcagváros polgármestere Dobos László, akivel az ünnepi készülődésről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk Dobos László, Karcagváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester urat, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket, nagy szeretettel köszöntöm Önöket is, és természetesen köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Advent időszakában vagyunk, hamarosan karácsony, és beköszönt az új év. Feldíszítették a várost nagyon szépen, és azért az önkormányzatot és a Városgondnokság munkatársait is köszönet illeti meg. Minden évben egy kicsit szebb, kicsit jobb, és ez is turista csalogató látványosság, főleg gyönyörű főterünkkel. Polgármester úr, hogyan készül az ünnepekre, és mit üzen a lakosság számára? Hát én általában nagyon-nagyon gyorsan kell, hogy készüljek az ünnepekre. Mindig van egy kis elmaradásom, jelentem, az idén már a fenyőfám megvan, a karácsonyfa az már megvan. Ez nálam már egy megszokott dolog, mindig egy kis csúszásban vagyok ebben az ügyben, hiszen ilyenkor évvégén még nagyon sok feladat van, sok mindent el kell intézni, nagyon sok rendezvényre el kell menni, úgyhogy a saját személyes programjaim azok háttérbe szorulnak. Annak nagyon örülök, hogy valóban szép a város, van egy hangulata, nagyon jó lenne egy kis hó természetesen, és az is biztos, hogy a következő esztendőkben tovább fogjuk ezeket a díszkivilágításokat is fejleszteni, már csak azért is, mert egyes részek már elavultak, nyilvánvalóan az idő megeszi ezeket a fényfűzéreket is, ki kell majd cserélni, újakat kell alakítani,
és nekem szent meggyőződésem, hogy nem csak fényfüzéreket kell ide varázsolni, hanem olyan programokat, amire szívesen elmennek az emberek. Erre már volt az idén egy jó példa, az elmúlt héten óvodásokat bevonva egy olyan rendezvény volt itt a Városháza előtt, ami néző és látogató csalogató volt. Nyilvánvalóan ez egy próba volt, és úgy tűnik, hogy ez sikerült, és akkor, hogyha ez valóban egy olyan rendezvény, amire van igény, akkor a továbbiakban, a későbbiekben ezt is lépésről lépésre egyre hosszabb időre tervezzük. Mit üzen az új évre a városlakói számára? Hát áldott karácsonyt kívánok, és nagyon boldog új esztendőt, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, hiszen az a legfontosabb dolog. Mindenen túl arra figyeljenek, hogy egészségesen éljenek, őrizzék meg azt, amit a Teremtő adott, hiszen ez a legfontosabb, és én nagyon sok boldogságot kívánok mindenkinek, és sok erőt ahhoz, hogy a közös munkákat tovább tudjuk folytatni. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy stúdiónk vendége volt. Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Áldott békés karácsonyt kívánunk minden kedves nézőnknek. Viszontlátásra!